Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a 201/2024-es számú határozatával a város és intézményei támogatása érdekében végzett jelentős szerepéért a Kátai Madison kórusnak karitatív tevékenységért díjat adományozott. Felkérem a Kátai Madison kórus képviseletében Kátainé Nyakó Edit kórusvezetőt, hogy legyen szíves kifáradni, és a kitüntetést, illetve a virágot Szepesi Tibor polgármester úrtól átvenni. Madison kórus vezetőjével, Kátainé Nyakó Edittel beszélgetek itt a Karcagi Városi Önkormányzaton, hiszen az augusztus 20-ai ünnepi sorozat részeként a Karcagi Városi Önkormányzat karitatív díját kapták meg. Mióta működik a kórus? Először is nagyon szépen köszönjük a díjat, nagy boldogság, hogy ilyenben részesülhettünk. 2010 óta működik a kórusunk, kezdetben kisebb társaság volt, most már 15-17 főt számlálunk, igyekszünk egymás társaságát élvezve zenei felfrissüléssel, hát úgymond a kiégés szindróma ellen küzdeni, és ennek köszönhetően több fellépésünk volt Karcagon, a megyében, az országban, és büszkén vállaljuk és hirdetjük, hogy hazánkon kívül is. Ahhoz, hogy egy ilyen csapat összeálljon, mindig kell lenni egy szikrának, egy apró kis lángnak. Ki volt az, vagy kik voltak azok, akik megálmodták ezt a kórust, és aztán pedig létrehozták? Így van, a szikra 2010-ben most már jelenleg nyugdíjas kolléganőnk, Szentesiné Ani, Budainé Julika kolléganőnk fejéből pattant ki. Egy huncut kis tréfának szánták, hogy álljunk össze néhányan, és próbáljunk egy kicsit együtt énekelni. Mi sül ki belőle, és hát kinőtte magát a kórus. Ahhoz, hogy egy kórus már, ha visszaszámolunk, 14 éve él, és létezik, és együtt van, mi tartja össze a csapatot? A jókedv. Változatlan jókedv, egymás iránti szeretetünk, érdeklődésünk, mindig megújulni akarásunk, és hát természetesen a kátai bálokat nem szabad elfelejtenem, hogy kihagyjam. Ez egy éves fix műsorunk, programunk, és erre mindig nagy lendülettel készülünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.